Sziasztok, ez itt a Cutler Gym TV, üdvözlünk titeket a Kongresszusi Központból, és Superbody az év legnagyobb testépítő és fitness versenye. Figyeljétek a műsorunkat, nézzetek minket! Sziasztok, mi mindig a Superbody-ról jelentkezünk, és itt áll mellettem Lantos Johnny, ővele fogok egy kicsit beszélgetni. Johnny, arról beszélgessünk, hogy hogyan köthető hozzád a Superbody? Miért érzed azt, hogy miért gondolod, hogy igazából ez tényleg egy nagyon színvonalas, nagyon rangos verseny, és miért tudod azt tanácsolni másoknak is, hogy jöjjenek, és hogy igenis versenyezzenek, mert ez egy nagyon-nagyon jó verseny itt Magyarországon. Annak idején nagyon nagyot dobbantott a Szájtek ezzel a Superbody-vel, hogy egy saját versenyt úgy szerveztek meg, hogy mind pénzdíjban, mind technikailag, mind szervezésben a többi felé tudott úgy gondolom kerekedni. És éppen ezért lett egy ilyen nagyobb volumenje az egésznek. Általában a versenyzők, akik készültek, azok mindig úgy rakták össze a versenyszezonjukat, hogy a Superbody-ra élesítették ki a formát, hiszen ha megnézzük, akkor minden kategóriában az első 2-3 versenyző, az mindenhol világszínvonalú. Én még akkor versenyeztem, amikor két napos volt a Superbody, ez 2001-ben volt. Én négy éves kihagyás után tértem vissza, úgyhogy nekem ez nagyon, nagyon nagy dolog volt, hogy rögtön a Superbody-n versenyezhetek. Volt olyan év, amikor egyedüli támogatottja voltam a Szájteknek, és a Superbody-ról kivittek a Masztuméniára, ahol szintén meg tudtam nyerni az abszolút világbajnokságát a versenynek. Voltam Superbody World-ön, akár az IFBB versenyzésemnél is, hogy sikerült az abszolút Európa-bajnoki címet megszereznem. Van esetleg olyan emléked, ami nagyon emlékezetes így a Superbody-ról? Hát talán azt tudnám kiemelni, amit az előbb is mondtam, hogy egyedüli támogatottja voltam a Szájteknek, úgyhogy mindenhová hívtak, vittek. Reggel 7 órától este 11 óráig tartott a verseny, minden kategóriában bíró voltam, felléptem a színpadon, tehát a bíráskodás közben elmentem lebarnítani, feljöttem a színpadra, talán még sokan emlékeznek is, rettenthetetlen adtam elő ilyen kék fejjel, és ahogy vége volt a fellépésnek, letörölték a barnitót, visszaültem a bírói székbe, és így nyomtam. Továbbra is itt vagyunk a Superbody-n, és a mai report alanyunk egy különleges személy, mert nem versenyző, nem bíróról beszélünk, hanem Macsugó Laciról, a Superbody műtervi fotósáról. Miért csinálok vele riportot? Egy, barátom, kettő, esküszöm, nagyon-nagyon kíváncsiak, hogy hogy boldogul a versenyzőkkel, és ezért szeretném feltenni neki azt a kérdést, hogy mik a Superbody műtermi fotózásnak a nehézségei? Köszönöm szépen a kérdést. Hát nehézségei konkrétan így, ha nincsenek is. Talán inkább azt mondanám, hogy a srácok ugye annyira pengeilen táncolnak már, amikor a színpadról lejönnek és elfáradva, idejönnek kiéhezve, kiszáradva minden, hogy bár ki vannak nyomtatva a pózok, de néha úgy látom, hogy szegényeknek ez is megviseli, hogy a sorrendet betartsák, illetve megfelelő módon be tudjanak állni a fáradtság miatt. Ez az egyik része. Kettő, ugye nekem a bevilágítások miatt nagyon nem mindegy, hogy vannak a fények, hogy a végeredmény jó legyen. Valószínűleg valóban azt kapják vissza, amit a színpadon is látnak, vagy amit gyakoroltak hónapokon át pózolás. Nagyon jó politikus lenne belőled, Laci. Nagyon finoman fogalmazta, én egyszerűen fogalmaztak volna, hogy diétától annyira satűhülyék mi vagyunk, mi versenyzők, hogy azt sem tudjuk, hogy jobbra vagy balra, vagy fiúk vagy lányok vagyunk, tehát és ezt a nehézséget meg kell oldani. A másik nehézsége pedig az, hogy nagyon kedvesek vagyunk, amikor diétázunk. Szóval a fotósnak mindig köszönjétek meg a munkáját, különben direkte szar fotókat fogtok látni vissza, és behatjátok Superbody képeiteket. Puszi, köszönöm szépen a riportot! Köszönöm, kedves Béla!
You've gotta know nothing lasts forever. Úgy gondolom, hogy aki szuper vagyok nyert, az világszínvonalon, hogy nagyon jó. Sziasztok, ismét a Superbodyról jelentkezünk, és itt mellettem nem más, mint az idejév nagy ágyúja, Szmelenka László van, aki most a GP-ben ezüstérmet szerzett, és megszorongotta a Molnár Pétert, és az eredményhirdetésnél volt is egy sztori, és szeretném, ha elmesélnéd. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hál' Istennek méltóképpen megünnepeltük ezt az idei Superbodyt, úgy érzem, ezt a 20-at. Sikerült egy nagy csatát összehozni itt a nézőknek. A Petivel ismét sikerült egy jó kis versenyt futnunk. Jó volt, megyünk tovább, csináljuk a dolgunkat, nagy csatát vívtunk. Reméljük, hogy jövőre jobban sikerül, és hajrá, gyerünk! Reméljük, jövőre összejön az abszolút GP győzelem. Azt azért szeretném neked elmondani, hogy minden idők legerősebb GP-jén vagyunk tól a Superbody történetében. Legyőztél egy Dudás Ádámot, egy Berez Krisztián, de még az 5., 6., 7. helyezett sportoló, és nagyon-nagyon-nagyon, de még egyszer hangsúlyozom, nagyon-nagyon jó volt, és ők is libabőr szintű fizikumot reprezentáltak ezen a versenyen, viszont azt vettem észre, hogy tavaly évhez képest nagyon sokat javultál. Mit jelent ez izomtömegben? Hál' Istennek sikerült az eltervezett 4-5 kiló izomtömeget felpakolnom magamra. Úgy érzem, jó úton járok, és talán a következő szezonra még sikerül ennyit összehozni, és akkor úgy gondolom a fizikumom még javul annyit, hogy még esélyesebb leszek esetleg hasonló sikereket elérni. Egy érdekes kérdés, amin a te életedben, a te agyadban, a te gondolataidban a testépítés milyen helyet foglal el jelenleg? A sport maga az mindig is az első helyen volt. A testépítés is már nagyon régen az első helyek egyikén szerepel. A családom mögött most a második, de az életemben, mint munkaszinten, fontossági szinten nyilván az első. De a család természetesen az mindig is első lesz. Nagyon szépen köszönöm, Laci, és még egyszer gratulálok neked. Itt vagyunk a GP bajnokával, aki hazaviszi az egyik legfényesebb kis erekét itt a Superbodyról. Nagyon örült szerintem a közönség neked, hiszen hát mindenki várt, hogy itthon is mutasd meg magad, és megtörtént, és pont ilyen történelmi helyen. Milyen volt ez neked? Ez annyira történelmi hely, hogy én gyerekkorom a 2002-ben azt hiszem, talán ha jól emlékszem, akkor is tartottak itt egy Superbody másnapot. A tínédzser abszolútba bekerültem, és ott egy 5. helyen végeztem, úgyhogy ez egy nagy visszatérés számomra ide a kongresszusi központba, illetve maga a Superbody az nekem egy nagyon szép emlék. Innen indult nagyjából a karrierem, a hazai pályán, és 2007-ben ugye sikerült egy Open abszolútot összehozni, illetve 2009-ben, és akkor most sikerült végre egy Grand Prix abszolútot is szereznem. De nem adták könnyen neked ezt a díjat, mert hát elég kemény küzdelem volt, és itt egy holtversenyből kellett még egy pontozással végigmenni. Benned volt ez a druk, vagy milyen érzés volt, hogy itt még egyszer meg kell mutatni magad? Azt mondanám, hogy a top versenyzők jelentek meg a hazai élmezőny, ezen a Grand Prix-n. Nagyon nagy élmény volt velük versenyezni, ugye volt akivel én még nem is álltam közös színpadon, volt akivel már igen, és ugye jött egy új befutónk, László. László nagyon tehetséges versenyzőnek tartom, én nagyon jó embernek tartom, és ugye miután a eredményhirdetésnek a végéhez kerültünk, akkor közölték, hogy egy effektív pontegyezőség van, és hogy szeretnék újra lepontozni, hogy az első kettőt véglegesen el tudják dönteni. Aminek én örültem is nagyon, mert megmondom őszintén, hogy Lacinak az idei teljesítményét én nagyon nagyra értékelem, és egyáltalán nem sértődtem volna meg, hogyha a bírók úgy vélik, hogy megérdemli ezt a Grand Prix abszolútat. Nem öreg a srác, van még benne kilométer, úgyhogy lehet, hogy jövőre az övé lesz. Egy picit beszéljünk a hangulatról, mert azt szerintem te már nagyon-nagyon-nagyon sok versenyen, és Távol-Kelet, és sok mindenhol jártál. De ez a hangulat volt máshol is már?
Nem akarom azt mondani, hogy engem nagyon sok helyen szeretnek, de itthon is hál' Istennek. És a közönség ugye nagyon, a Superbody azért egy rangos verseny, és a közönség az igenis orkánum, teljesít. Nem görcsösen akartuk egymástól elvenni ezt a címet, hanem egymás mellett állva magunkkal küzdöttünk, és a bírák döntötték el, hogy ki érdemli meg. És milyen érzés neked az, hogy itt Vivivel együtt versenyeztél, és hát ott is komoly siker volt. Neked milyen az jobban? Melyiknek örültél jobban? Ez most egy szemét kérdés, de mégis melyiknek örültél jobban? Az ő versenyén, az ő megméretetésén én be vagyok szarva, mint az állat, csúnyán fogalmazva. A sajátjaimat ezt kényelmesen kezelem. Jó, szerintem mi fogunk tervezni egy közös edzést, akár a Bélával, úgyhogy készüljetek. Motiváljátok őket egy kicsit! Adjatok neki, motiváljátok ki, meg toljátok a boldogra! Óriási küzdelmet láttatunk a színpadon, két fantasztikus fizikú, fantasztikus sportoló, elképesztő áram, elképesztő szárazság mellett. Motiváljátok őket, nyomjátok keményen! Csatolászik, hogy a sport érték mit jelent, amikor nem ellenfelekként, hanem barátokként állnak a színpadon, és egymást bíznak, ha tolják a sportokat, nektek és nektek az a feladatok, hogy motiváljátok őket, mert a legjobb GP kategóriát láthatjuk, minden idők legjobb szuperbadiát!